Istennek igéjével köszöntelek benneteket, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Amen. Szeretett testvérek, Istent magasztaljuk a 165. dicséretünkkel. A 165. dicséretnek első három versét énekeljük, mely énekünk így kezdődik: Itt van Isten köztünk. Isten tiszteletünknek mostani megáldása és megszentelése az Úr nevében legyen, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló szavát, amint az a mai napon írva található a kánaáni asszonynak a hitének történetében, Márk evangéliumának 7. fejezetében, 24. verstől kezdődően a rész végéig eképpen olvasom az igét. Jézus felállt és elment onnan Tírus vidékére. Betért egy házba, azt akart, hogy senki se tudja meg, hogy ott van. De ez nem maradhatott titokban. Egy asszony, akinek leányában tisztátalan lélek volt, meghallotta, hogy ott van. Eljött, leborult az ő lábához, és ez az asszony görög volt, szíro-főníciai származású, és arra kérte Jézust, hogy üzze ki leányából az ördögöt. Jézus azonban azt mondta neki: hadd lakjanak jól először a fiak, mert nem jó a fiaknak a kenyerét elvenni, és az ebek elé vetni. Ám az így válaszolt: úgy van, Uram,
de azért az ebek is esznek az asztal alatt, a gyermekek morzsalékaiból. Erre azt mondta neki Jézus, ezért a mondásodért menj el, az ördög kiment a te leányodból, és amikor hazatért, a leányát az ágyon fekve találta úgy, hogy az ördög már kiment belőle. Eddig az ige szava. Istennek szent lelke tegye áldásá az elhangzott igének a szavát a mi szívünkben, hogy sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő nagy nevének a dicsőségére. Amen. Gyertek testvérek, álljunk most föl, alázzuk meg magunkat lelkünkben, és eképpen imádsággal válaszoljunk az ige bennünket megszólító szavára. Urunk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk a te házadban. Köszönjük, hogy valahogy úgy borulhatunk a te színed elé, hogy semmink nincs, ami érdem nélkül nekünk tulajdoníthatna és beválthatnánk, egyfajta kérésként te pedig azt teljesítenéd a mi számunkra, hiszen a bűnös életünket hozhatjuk, megvallhatjuk őszintén, hogy semmink nincs. Azt mondhatjuk, hogy segíts a mi hitetlenségünkben, nincs érdemünk. Kérjük, Urunk, hogy mindezek ellenére, mert tudjuk, hogy te szereted a bűnös embert, és aki alázatos, azon megkönyörülsz. Akinek egy parányi mustármagnyi hit van a szívében, az hegyeket tudna elmozgatni. Kérjük, hogy arra tekints most, hogy mi az, amivel őszinte módon odafordulunk hozzád, és kérjük, hogy azt a kicsit sokasítsd meg, erősítsd meg a mi lelkünket, életünket. Hozzuk mindazt, ami bűnös bennünk, és tudjuk, hogy jó helyre jövünk, mert a te keresztednek bűneltörő ereje van. Tudjuk, hogy bűnös teherrel a mi életünkben nem tudunk megállni a te színed előtt, még oda se tudunk jutni. Kérjük ezért Dávid imádságával együtt, hogy teremts bennünk tiszta szívet, az erős lelket újítsd meg bennünk. Kérjük, hogy tedd most a mi szívünket, lelkünket hallóvá, olyan értelemben is, hogy ne csak meghalljuk az igét, hanem megtartjuk azt, megfogadjuk, legyen valami, amit haza tudunk vinni, amivel át tud formálódni a mi életünk. Kérjük, hogy taníts meg most a történeten keresztül bennünket türelemre, alázatra, tudjunk várni, ahogy a te igéd mondja, megadással lenni a te szabadításáig. Kérjük, hogy hallgass meg bennünket, add a te áldásodat, mai Isten tiszteletünkre szólj, Urunk, mert szeretnénk hallani a te szavadat. Amen. Érezzétek és lássátok meg azt, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Amen. Foglaljuk el a mi helyeinket, testvérek, és egy énekkel magasztaljuk a mi Urunkat, egy evangéliumi énekkel, a kivetítő segítségével fogjuk tudni énekelni, így kezdődik. Ó, terjeszd ki, Jézusom, oltalmazó szárnyad! Thank you.
Isten tiszteletünknek további megáldása és az Úr nevében legyen, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. A bizonyság tételem alap igéje a holnapi napon Bibliaolvasó kalózunk szerint kijelölt ige részből szóljon Márk evangéliumának 7. fejezetéből, melyből újra olvasom a 27. verstől kezdődő részt. Ez az asszony görög volt, szíro-föníciai származású, és arra kérte Jézust, hogy üzze ki leányából az ördögöt. Jézus azonban ezt mondta neki, hadd lakjanak jól először a fiak, mert nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebek elé vetni. Ám az asszony így válaszolt, úgy van, Uram, de azért az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek lehulló morzsalékaiból. Erre azt mondta neki Jézus, ezért a mondásodért eredj el, az ördög kiment a te leányodból. Amikor hazaért az asszony leányát, az ágyon fekve találta, úgy, hogy az ördög már kiment belőle. Amen. Kedves testvérek, ez a jól ismert történet arról szól, hogy ahogy kezdte is a történetet az író, az evangélista Márk, hogy Jézus egy kicsit el akart vonulni, szerette volna, ha őt most nem zavarják. Mégis jól ismerték őt, Tírus és Szidón vidékéről is mentek már oda korábbi tanításai során is hozzá, és nyilvánvaló ez az asszony is akkor hallhatott, az akkori eseményekben nem volt része, úgyhogy gyógyulást is kapjon a leánya, most azonban minden követ megmozgatott, és ha már most újra ott van Jézus, nem hagyja őt elmenni, kicsit erőszakosan kéri őt, hogy gyógyítsa meg az ő leányát. Jézus pedig egy kicsit durván válaszol, a 150 éves török uralom alól még mindig ismeretes az a fogalom, hogy gyaúrkutya, innen jön ez, közel-keleti fogalom, Jézus is használja. Tulajdonképpen a választott népnek az elsőbségére utal, hogy először is ő hozzájuk jött. Amikor kiküldi tanítványait, akkor is azt mondja, hogy először is az Izrael elveszett juhaihoz menjetek. Amikor Jézus már nincs itt, és ezt majd fogjuk ünnepelni a jövő hét során csütörtökön 6 órától, hogy Jézus fölmegy vissza oda az Atya jobbjára, ahonnan jön, akkor szintén azt a parancsolatot adja az ő tanítványának, hogy menjenek el. A szélesebb világ az majd Pál apostollal folytatódik, de a tanítványok is úgy képzelték, hogy folytatják a választott nép között azt a feladatot, missziói szolgálatot, amit Jézus rájuk bízott. Hamar kiderül, hogy ez egy zárt közösség, ugyanúgy, ahogy Jézust nem fogadták be, az övéit sem fogadják be, és Pál apostol által nyit, Isten maga küldi a pogányok közé az apostolt, és így jut el hozzánk is, ez az üzenet, hogy ez a nő görög származású, egy idegen ember, akinek ezért válaszol Jézus így, hogy ő első körön az ő saját házához küldetett. Őket kell, talán a legrosszabb helyzetben lévők miatt kell őket megszabadítani, aztán majd kapják ők, mint kollektíven nép azt a feladatot, hogy majd ők vigyék az evangéliumot, mert igaz az is, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, az egészet, benne a pogányokat is, hogy az ő fiát adta. De volt egy sorrend, és itt ez az asszony is utal erre, hogy valóban a fiaknak jár először a kenyér. Megterítik az asztalt, és először ők eszik azt a kenyeret, és hogy jut a morzsa, a kenyér darab az asztal alá? Hát ezt is jól tudjuk, hogy régen az emberek nem használták a szalvétát, hanem a kenyér héjával törölték meg a zsíros kezüket, azt már le is vetették az asztal alá, igen nagy kruppleráj lehetett ott az asztal alatt, és így
hát voltak ott állatok is azért, és ők is jól laktak. És mind a mai napig Isten az állatokról különös módon gondot visel, általunk is, szinte a maradékból ők nem vetnek, nem maradnak, ahogy hallottuk valamelyik vasárnapon, mégis eltartja őket az Isten, nem izgulnak, mert nekik még Isten álmukban is bőven ad eleget. Adna nekünk is, mi azzal különbözünk, hogy hát mi szeretnénk magunkat bebiztosítani, és ott már az izgalomnak a fokai, fázisai beindulnak, amik sok álmatlan éjszakát okozhatnak nekünk, tehát álmunkban nehezen tud Isten adni nekünk eleget, mert felszínesek az álmaink, nyugtalanok az álmaink. Sok idős ember elmondja, hogy ő alig-alig tud aludni, mert valami még mindig nyomasztja. Na most visszatérve a történethez, 5 pontban szeretném az üzenetnek a lényegét összefoglalva átadni a gyülekezetnek, hogy hall ez a nő Jézusról. Ez nagyon fontos dolog. Most is televízión keresztül többen fognak hallani az evangéliumról, mint ahányan mondjuk ide jöttek a templomba. Ma már lassan a technika segítségével minden háztartásba. Ha tudatosan valaki nem nyomja ki a kikapcsoló gombot, el fog jutni az evangélium szélese világra, úgyhogy helyben vagyunk, amikor Jézus az utolsó napokra figyelmeztet bennünket, hogy addig nem jön el a vég, amíg nem prédikáltatik az egész világon az evangélium. Most már mindenhol a technikával, segítségével, internettel ez a dolog teljes mértékben megoldható. És bizony Jézus, ha akart volna, akkor se tud elbújni. Mert rá csüngtek, rá kapaszkodtak. Ő volt a mentőöve, a kinyújtott keze az Istennek, hogy ő bele, ha kapaszkodik valaki, az megmenekül. Meg van írva, hogy aki hisz ő benne, az élni fog. Tehát az első dolog, hogy hall Jézus Krisztusról ez az asszony, és nem csak nyugtázza, hogy rendben van, hogy valami nagy sztár, Jézus Krisztus szupersztár, mondja egy film, és valóban abban az időben látjuk, hogy a pogány terület, ahova egy zsidó be se teszi a lábát, mégis a pogányok is jobban értesültek a dolgokról, mint maga a választott népnek a fiai. Sőt, ők inkább szórakoznak Jézussal. Például a farizeusok azzal mennek oda Jézushoz, hogy akkor kicsoda üdvözülhet. Mi lesz a sorrend a feleség és férjek vonatkozásában oda át vallási kérdésekkel ostromolják. Akkor van egy másik párt, mert ők pártot is alkottak, úgy mint ma jobb baloldal. A szadduciusok a feltámadást tagadják, és azzal próbálkoznak Jézusnál, hogy akkor ez most lesz, vagy nem lesz. Akkor szabad-e a császárnak adót fizetni, és nagyon trükkös kérdésekkel ostromolják a választott nép fiai Jézust. Elsősorban törvényi és vallási kérdésekkel. Itt látjuk meg, és itt fogja Jézus elismerni, mint más esetben is, pogányok esetében elismeri, hogy bizony ilyen hitet Izrael fiainál se talált, hogy ez az asszony kér, konkrétan lényegre törően kér Jézus Krisztustól. Jézus először nem akar neki adni, nem úgy van, hogy azt ebből a történetből talán megtanulhatjuk, hogy nem úgy működnek az imádság vonatkozásában sem a dolgok, hogy én lefekszek, imádkozok egészségért, és holnap megfiadalodott állapotba fogok felkerülni. Ez csak valami automata jellegű Isten, talán egy bálvány Isten tudná teljesíteni, már az olvasatunkban, hiszen ezért csináltak az emberek régen bálványt, hogy lefizették az áldozatok által, és miután már pontosan betartva az áldozati rituálékat, megtették a magukét, jogos volt a követelésük. Nem kérés, követelés, hogy akkor te pedig add meg nekünk azt, amit mi most kérünk, mert mi már teljesítettünk. Na most itt az élő Isten vonatkozásában
nincs ilyenről, nem lehet szó. Istenre oda kell bízni, hogy ő, ha akarja, majd megadja. Nekünk pedig türelmet, alázatot kell gyakorolnunk. Nyilvánvaló, hogy tehát hallottunk már Jézus Krisztusról, tudjuk, és lassan azt is sejtjük, hogy az imádság valóban nem egy ostromállapot, hogy folyamatosan zaklatjuk az Istent, és utána megsértődünk, hogyha ő nem válaszol, vagy nem azonnal válaszol. Ennél az asszonynál meg kell, hogy tanuljuk azt, hogy ő nem sértődik meg. Oda megy Jézushoz, ez a második gondolati kör, hogy nem restelkedik. Nem mondja azt, hogy ő asszony, ő pogány, ő nem is zsidó, meg egyáltalán egy nő abba az időbe, hogy mehetne oda egy rabbihoz, hogy megszólítsa. Különben is a rabbiknak a tanítványai között csak férfiak voltak. Ma megfordítva van, a rabbiknak a tanítványai, legalábbis a mi protestáns köreinkben inkább a hölgyek. Olyan érdekes, hogy a férfiakat tiszteli meg Isten azzal, hogy a családpapjai legyenek. De látjuk, hogy ma is ott van az asszonyoknak hűséges kitartása, és oda megy, mint ahogy ma is jönnek a hölgyek elsősorban, ha már a férjeik nem tudnak, ott is Jézushoz közben jár, ezt ma így szoktuk egyházi szöveg vagy kifejezés módon említeni, hogy közben jár ez az asszony az ő leányáért. Annyira beteg ez a gyermek, ugye démonikus megszállottság alatt van. Ez azt jelenti, hogy megkötözött állapotban van. Aki meg van kötve, az nem tud egy tapottat sem menni. Ma is, akinek meg van kötve láthatatlan bilincsekkel a keze, akár televízió, akár alkohol, akár bármilyen más függőség által, az rámegy a munka rovására, nehezen tud teljesíteni. Erőt kell venni valahogy, hogy ki tudjon jönni a fogságnak a karmaiból. Ennek az asszonynak a lánya nem tudott semmit sem tenni magáért, az édesanyja pedig az ő szülői szeretetével megy oda, jó helyre megy, hiszen Jézus egyben orvos is volt, benne a Teremtő Istent tisztelhették az emberek, aki már sokszor bizonyította mesiási mű voltát, hogy ő tett valamit, kértek tőle, és megtette azt. Sokasította a kenyeret például, más esetben is vakoknak a szeme világát visszaadja, más esetben is ugyanígy űz ki démonokat emberekből, és most itt egy kislány, tehát gyermekek sem mentesek az alól, hogy megkötözött ördög által leuralt állapotban legyenek. Az asszony azonban tudja, hogy mi a megoldás, és amikor odamegy és azt mondja, hogy Jézus, Uram, ugye itt nagybetűvel van írva, úgy ahogyan az Isten szót a Bibliában úgy fordítják, különösen az Ószövetségben, hogy Úr, és nagybetűvel írja. Tehát Uram, akkor azt mondja ez az asszony, hogy Istenem. Tehát ezt valahogy így kell érteni, nem egyszerűen egy földi tiszteletadás, hanem azzal, hogy ő még le is borul, és kéri, hogy Uram, Istenem, segíts rajtam. Tulajdonképpen a helyzetét nyíltan megvallja, hogy az embernek a helye az mindig ott van a porban. Mi jobb, ha nem húzzuk ki teljes peckességgel magunkat. A mai embereknek nagyon nehéz megtérni, mert úgy gondolják, hogy ők valakik. De amíg az ember rá nem jön, hogy semmi, addig az Isten nehezen tud velünk boldogulni. Ezért van az, hogy sok megpróbáltatáson kell a mai embereknek által menni. Ezért van, hogy sokszor már csak a betegség vagy próbatételek kemény ekéjével tudja a kemény szívet az Isten felszántani, hogy abba igei mag is tudjon hullni. Ez az asszony leborul, és egy érdekes párbeszéd bontakozik ki, mert Jézus ugye többszörös körben utasítja el. Azt mondja, hogy ő csak a zsidókhoz küldetett. Azt mondja, hogy a fiaknak kell először a kenyeret biztosítani. Hát
Persze ezt ő nagyon sokszor meg is teszi, meg is kapja érte a magányét, ahogyan említettem, tehát nem élnek vele a zsidók. És talán ez a mi nagy lehetőségünk, hogy Isten az ő választott népeit háttérbe helyezi, és így kapnak szabad utat mind a mai napig a pogányok, vagyis mi, mint gólyok arra, hogy Istent megismerjük. Ez valószínű, hogy így is volt eltervezve az Istennél, de miután az Ószövetségben végig azt olvassuk, hogy ők lennének a választott nép, akiket Isten kiválaszt, akiknek mindenhol megmutatja az ő szabadításának a csodáját, elegészen az egyiptomi szabadítástól, Izraelnek a kánaáni népektől való szabadításáig, és még a Mesiás is odaszületik, de nem ismerik föl őt, tudatos megkeményedés van, így sokkal fogékonyabbak azok az emberek, talán a római birodalomban is ezért terjedhet, mint ahogy a láng egy kicsiny parázsból, a tűzfészekből végig söpör az egész birodalom keresztül, a keresztény hit lecseréli a régi pogányságot. Leborul ez a harmadik gondolati kör, és a mi imádságainkban is jó, hogyha a leborulásnak a szavai, mondatai, akár utalásszerűen kimondottan is ott vannak. Azért szoktuk úgy kezdeni, hogy nincs semmi érdemünk, meg se szólíthatnánk az Istent. Hát nem véletlenül voltak közben járó papi személyek, nem véletlenül volt áldozatbemutatás, tehát valahogy kellett keresni Istennek a jó indulatát, mert Isten jogosan haragszik ránk. És nem lehet, hogy csak úgy oda menjünk, Mózest is egyedül kiválasztva kéri, hogy menjen föl a hegyre, a nép az maradjon lent. Mert még nincsenek megtisztulva. És az a sok bűn, gonoszság, ami bennük van, az megemészti őket az Isten jelenlétében. A papoknak is külön tisztasági szertartásokban kellett részt venni ahhoz, hogy valahogy a szolgálataiknak eleget tudjanak tenni. Na most ez a negyedik gondolati kör, hogy kitartóan kér ez az asszony, ez a legfontosabb talán a mai időkben nekünk. Mi elég sértődékeny keresztjének vagyunk, ha azt mondja nekünk valaki, hogy kutyák vagyunk, tehát ma is érződik ebből a jézusi mondatból az, hogy ez egy elutasító, és nem csak egy egyszerű mondat, hanem a gyaur kutya kifejezés tényleg visszaadja azt, hogy mi vagyunk a goly, mi vagyunk a pogányok, mi vagyunk, akiknek semmiféle érdemünk nincs, bár a választottaknak sincs, de a mai ember nagyon megsértődik, még ma is megsértődnek, ahogy abban az időben is megsértődhetett volna az asszony, csak akkor nem ért célt. Vigyázzunk mi is a dolgainkban a sértődékenységgel, az soha nem visz jóra. Nekünk békességszerzőknek kell lennünk, nekünk el kell hagyni az óvodáskort, nagykorú keresztényekként el kell fogadni, ha esetleg elutasításban van részünk, és itt most Isten és ember viszonylatában van arról szó, hogy megesik, hogy az Isten nem azonnal adja a megoldást, és akkor belefárad az ember az imádságba. Ha tudok olyanról, aki megharagszik az Istenre, és utána már inkább öklöt rázza, imádságos, összekulcsolt kész helyett, de ne így legyen ez mi közöttünk. Egyáltalán nem jó se emberi, se Isten emberi viszonylatban az, ha haragos a viszony. Mert akkor semmiféle szándék nem ér célt. Csak magunkra hívjuk jobban az isteni próbatételt. Nekünk az a célunk, hogy Isten megkönnyörüljön rajtunk, és úgy látjuk a történetben, hogy Isten azt szereti, hogyha az emberek alázatosak, ha nem követelőznek, ha tudják a helyüket. Nem mi neveljük így a híveinket, hogy legyenek alázatosak, és a hatóságok előtt is valahogy hajbókoljunk, vagy inkább fogjuk be a szánkat, hanem arról van szó, hogy
hogy Isten és ember viszonylatban látjuk azt, hogy jó nékünk megadással lenni valóban az Úr szabadításáig. Jó nekünk a türelmet gyakorolni, és sokszor lehet hallani, hogy egy egész életen át kell könyörögni egy hitetlen gyerekért, hogy az megváltozzon. Mert nem olyan egyszerű, hogy a hívő szülőnek is a gyermeke hívővé váljon. Sem nem azé, aki fut. A könyörülő Istennél van mindenre a megoldás. Úgyhogy olyan imádságokat kell nekünk mondani, amiknek a karaktere nem a követelőzés. Legfeljebb a végén, ahogy Jézus is tanította azt, hogy mindennapi kenyerünket adja meg nekünk az Isten. Pont. De nem kell az egész életre szólót kérni, hanem kell imádkoznunk másokért, bocsáss meg a mi ellenünk vétkezőknek a dolgait, és legelőször szenteltessék meg az Istennek a neve. Tehát mi emberek arra vagyunk teremtve, a Bibliának a kijelentése az, hogy mi dicsőítsük az Istent. Isten azért teremtett meg bennünket, ez is sokszor kérdés, mert a szeretet az akkor jó, hogyha azt minél többen osztják. Isten maga a szeretet. Eleve hármasságban létezik. Ebbe a hármasságba szeretné az ő képét, mását, az embert is beleölelni, és jó nekünk, hogyha mi teremtünk fele, találunk haza, és a szavainkban már az, hogy fölkelünk, hogy itt lehetünk, hogy egy új hetet kezdhetünk, vagy megsegített mindez idáig az Úr, az is egy imádság. Vagy lélegzetet vehetek, és hogy Isten elkészít nekem egy örökké valóságot az ő országában, mert amikor ő elmegy, áldozó csütörtökön is azt mondja, hogy ő nem azért megy el, hogy most már itt vége mindennek, és ott akkor a megérdemelt szabadságát fogja tölteni. Nem így van ez az Istennél, ő mindez idáig munkálkodik, mint ahogy a fiú is a mennyei hajlékot készíti minden őt szerető, követő embernek. Rajtunk áll, hogy ezt tudjuk-e elfogadni. De most ez az asszony az emberi oldalát a dolgoknak mindenképp megtette, ha még nem kap választ pozitívat Jézustól, az a kitartó imádkozás, közben járás sem hiába való, amit tesz. Mert az már önmagában példaértékű, hogy valaki így ki tud tartani, mert aki mindvégig kitart, az üdvözül. Még akkor is, hogyha esetleg az imádságainál úgy látszik, hogy nem találtak meghallgatásra, mert esetleg a gyermeke nem gyógyult meg. De nyilvánvaló, hogy inkább itt Isten egy kicsit teszteli ezt az asszonyt. Milyen nagy a te hited, milyen kitartó vagy, mennyire fontos ez neked. Mi is szeretjük egy kicsikét úgy gyerekeinkkel kapcsolatban újra és újra kérdezni, hogy hát mégis mit szeretnél az ünnepekre, születésnapodra, névnapodra. Jó ezt a kérdést újra és újra föltenni, és egy kicsit úgy belegondolni, hogy ő azt szeretné. És ez az asszony nem is tér el a céljától. Mi lehetne egy édesanyának a kérésének legfőbb vágya? Az, hogy a gyermeke, aki valószínű, hogy egészségben született, de valahogy a gonosz lélek megtalálta, az menjen el. Jézus jelenlétében amúgy sem lehet ott a gonosz lélek. Vannak kis bibliai klippek, interneten érdemes az ilyen történetekhez ezeket megnézni, ahogyan ezt én is tettem, és olyan érdekes, ahogy meg eljátsza a színész, hogy tényleg nem teljesíti Jézus azonnal ezt a kérést. Úgy le akarja beszélni, hogy nincs itt még ennek az ideje, és a nő mennyire kitartó, és tényleg úgy tűnt a film alapján, hogy ott is erő árad belőle. Tehát, mert ugye itt a történet annyit mond, hogy a hited miatt nézd meg, meggyógyult a te lányod. Sőt, ez is egy tanulságos dolog, hogy legyen a te akaratod szerint. Szeretnéd ezt kérni? Hát
meg lehet. Legyen a te hited szerint. Kérdés, hogy mi a mi hitünk. Szeretnénk-e, tudunk-e annyira hinni, hogy Jézus azt mondhassa nekünk, hogy hát legyen a te hited szerint. Legyen örök életed, üdvösséged, és halálod után a mennyei dicsőségbe foglalj helyet. Van-e ilyen szintű hitünk? Tehát a hitet adja Isten, hogy építse ki Isten szent lelke által úgy, hogy az a fajta tesztelése az Istennek, amikor van valami probléma a családban, akkor az növeli, ha nem is azonnal adja meg az Isten, vagy nem fogja megadni, de az még növelheti a mi hitünket. Egy folyamatos fulánk, tüske, amit Pál apostolnak a teste is tartalmazott, az is őt inkább arra késztette, hogy megmaradjon Istennek a szolgálatában. Tehát sohasem lehet tudni, hogy az a baj az áldás vagy átok. Meg kell úgy tanulnunk nézni a dolgokat, hogy mind jó, amit az Isten tesz, szent az ő akarata. Ha ez a gyermek nincs megszállva, hogy került volna az anyuka, meg ez a gyerek is Jézus gyógyító kezei alá. Ha mi nem hordoznánk betegséget, fogyatékosságot, valamit, bajt, hát akkor könnyen az ember úgy gondolná, hogy neki tényleg nincsen szüksége még az Istenre se. De mennyire jó, hogy a betegségek és a nehézségek is a kereszt összefoglaló névvel odavisz minket az igazi nagy keresztet hordozóhoz. Ő úgy hozzácsapja az ő keresztjéhez is a miénket, fogja hordozni, és segíteni fog. Vagy úgy, hogy segít, megoldja, a kérés teljesül, vagy más módon teljesül. Szabadítás megjelenik ennek az asszonynak az életében. Nagy az öröm, mert nagy lett az öröme ennek a háznak, azáltal, hogy Jézus ott volt, azáltal, hogy a kérés teljesült. Segítsen Isten bennünket abban, hogy megtanuljuk ettől az asszonytól azt, hogy mi menjünk oda fizikailag is Jézushoz. A mai fizikai oda menettel Jézushoz az azonosítható egy kicsikét a gyülekezetbe járással. Ahol ketten-hárman összegyűlnek, ott Jézus jelen van, azt mondja az ige. Amikor Jézus mond valamit, néha keményebb beledelt kapunk a Bibliából. Néha úgy megsérteget minket az Isten, és akkor volt már olyan az én életemben is, hogy valaki megsértődött azon, ami elhangzott a templomban, mert azt hitte, hogy maga a lelkész sérteget. Miközben látjuk, hogy ez Jézus esetében is megesik. Hogy egy kicsikét, mintha ő keményítené meg magát. Nem olyan egyszerű, hogy csak úgy meglopom a ruhája szegélyét megfogva, magyarul kinyitom az igét, elolvasom, már is varázs ige a számban, és aztán ez mind teljesül, mint a mesében. Isten inkább ilyen tesztelő fázisban van ma. Ma is nagyon sokan elidőzgetnek, amikor Jézussal találkoznak, és inkább olyan kérdéseket tesznek föl, hogy miért engedi az Isten? Miért van háború, betegség? Miközben talán nem ezeket kellene kérdezni, hanem a lényeget. Mert ezek adottságok, és ráadásul nem is Isten akar. Nem ő hozzá tartozik, hanem az ördög hatásköre, aki a világnak a fejedelme, és aki szereti a konkolyt, a betegséget, a nyomorúságot, a halált hirdetni és hinteni az emberek közt. Jézus azért jött, hogy megkeresse, megtartsa mindazokat, akik elveszettek. Tehát akár kemény az eledel, akár édeskés és könnyebben fogyasztható, nekünk mind a kettőt. Egyébként úgy van a Biblia olvasás is, hogy szeleteljük a kenyeret, ha már itt a kenyérről szól az ige, egy kicsit a úrvacsorához is kapcsolódik. Volt ugye a kép az elején, hogy az úrvacsorai jegyek vannak az asztalon, az életnek a kenyere, aki abból eszik, soha meg nem éhezik, és lent volt egy kutya az asztal alatt,
azok lennénk mi, akik úgy botorkálunk az életbe, ide-oda hajtanak bennünket, sokszor úgy vagyunk, mint egy kivert kutya. Sokszor jól megy a sorunk, sokszor kevésbé. És mégis valahogy az Isten eltart bennünket. Ad valahogy még az infláció ellenére is annyi morzsát, hogy abból az életünk fenntartható, de nyilván nem egy ilyen vegetatív életet akar az Isten, hanem azt akarja, hogy ki megtérjen és éljen. Egyrészt itt kettős gyógyulás történik, mert az asszony a hitében megerősödik, nagy öröm van egy megtérő bűnösen a mennyben, és egy gyermek megszabadul, és oda megy, és a film mutatja is, hogy először az anyjára néz, utána Jézusra néz, utána követik őt, mert ez a kitartó könyörgés és imádság jó, hanem csak addig tart, amíg nekünk a kívánálmunk teljesül. Szereti az Isten a hálát. Ha már kértünk, akkor úgy köszönjük meg, hogy hálás a mi szívünk, és odaszánjuk azt, hogy Istennek köszönhetünk mi mindent a mi életünkben. Az Úr adta és adja a megmenekedést a bajokból. Kitartóan kérjük tőle, hogy ez a kitartás, ez Istent is felénk odafordítsa. Hogy ez az ember, ez a porszem, ez még most is kiabál. Évek után kitart az ő könyörgésében, nem felejtkezik el az igaz ember, mint ahogy Isten sem az ő választottjairól, és mi se felejtkezzünk el a régi kéréseinkről az Isten számára, amiket eddig. Ne fáradjunk bele az imádságba, a templomba járásba, hanem folyamatosan Istent, aki keresi, közelebb kerül hozzá, és Isten megadja nekünk a mi szabadításunkat. Megadta a kislánynak a bűneiből, a démonok megszállottságától a szabadítást, az asszonynak a örömét, és mi Isten igazából mindig ad. És nekünk is nagy-nagy ajándékokat készít az Isten. Még amikor mi már befejezni látjuk a életünket, le akarjuk tenni a lantot. Egyszerűen kimegyünk a földi világba, és Isten akkor készíti el a legjobbat, az örök életet, az üdvösséget. Merjünk ebbe hinni, hogy Isten ajándékozó Isten, és úgyis fog adni nekünk. De kérjük alázattal és kitartással, így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te kéréseket meghallgató Úr vagy. Szeretnénk alázattal bocsánatodat kérni, hogyha mi úgy gondoljuk, hogy mi kérünk valamit, te pedig kötelességed, hogy teljesítsd. Köszönjük, hogy most hallhattuk azt, hogy nincs nekünk semmiféle érdemünk, mi nem követelőzhetünk, mi legfeljebb kérhetünk alázattal, és rád bízhatjuk azt, hogy cselekedj a te akaratod szerint. És jó nekünk, hogyha olyan a hitünk, amire mondhatod azt, hogy legyen a mi hitünk szerint. Kérjük, hogy növeld ezért a mi hitünket, áldj meg bennünket a elkövetkezendő héten is. Áldj meg a szolgálatokban, feladatokban, különösen kérjük ezt a betegekért, hogy talán vannak, akik önmagukért se tudnak már imádkozni, nem hogy szeretteikért. Kérjük, hogy törd meg ezt a fagyos légkört, ami haragos viszonyt állít be a te és embertársi vonatkozásban. Segítsd, hogy enyhüljön a szeretet által a fagyos légkör, és legyünk mindig folyamatosan beszélő viszonyban az imádság eszköze által veled. Kérjük ezt a te fiadért, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól,
mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme, Istennek a szeretete, a Szentléleknek a közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen. Foglaljuk el a mi helyeinket, testvérek. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő hét során csütörtökön, áldozó csütörtök ünnepi Isten tiszteletet tartunk a templomunkban este 6 órai kezdettel, melyre szeretettel várjuk a gyülekezet minden tagját. Hirdetem a hála áldozat bemutatásának elkészített lehetőségét, melyel kapcsolatosan tudjuk, ismerjük az igét, hogy a jókedvű adakozókat megáldja és nagyon szereti az Isten. Hirdetem a klub foglalkozás lehetőségét a főleg asszonytestvéreknek, vagy televízión bennünket követőknek, a Martin Kertvárosi Idősek Otthonában hétfőnként szeretettel várjuk keresztjén gondolkodású hívő testvéreket 10 órától 12 óráig klub foglalkozásra. Bárki részt vehet ezen, aki közösséget keres. Köszönjük a Gondok asszony testvérnek, Tergi Károlynénak a templom körüli és a templomon belül végzett áldozatos munkáját. Isten legyen mindannyiunknak őriző pásztora. Amen. Kedves testvérek, a záró énekünk a 255. ének legyen, annak is az első és harmadik verse, mely igen jó az Úr Istent dicsérni.